új neológ zsidó szervezet alakult a közelmúltban. A Magyar Honi Zsidó Imaegylet Egyesület tevékenységének fókuszában a vallásos élet intenzitásának, mélységének és szakralitásának megóvása, illetve bizonyos hitéleti és vallási területeken a passzivitás felszámolása áll. Dr. Róna Tamás főrabbi, az Egyesület elnöke a Kecskeméti Médiacentrumnak úgy nyilatkozott, fő céljuk a zsinagógák közösségeinek erősítése, emellett pedig nagy hangsúlyt kívánnak fektetni az oktatásnevelés formális és informális területeinek fejlesztésére is. A hosszú távú célok kapcsán úgy fogalmazott, kétségtelen, hogyha formáját tekintve a szervezet előre tud lépni, akkor az bizonyosan a munkájukat is könnyíteni fogja. Az Egyesület megalapítói kivétel nélkül egyházi személyek. A témáról további részletek olvashatók a hiros.hu oldalon.